Imáron az iskolákban is szakszerűen oktatják az atlétikát. A szövetség segítségével ugyanis 1000-nél is több tanárt képeztek ki az alapok oktatására. A kérdés már csak az, hogy a sportágat, pontosabban annak valamelyik szakágát megszerető gyerekeket képesek lesznek-e fogadni majd a klubok. Vendégünk Dorpak Ildikó, a program felelőse. Jó reggelt kívánok, szervusz! Egy nagyon ígéretes dolog elején járunk, legalábbis abból, amit én eddig kiolvastam belőle, úgy tűnik, hogy egy nagyon jó irányba elinduló folyamat elején vagyunk. Tulajdonképpen egy olyan kezdeti dolog ez, amit ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kezdeményezésére kezdett el a Magyar Atlétikai Szövetség, kidolgozzon a programot, és ugye a dolog lényege az volt, hogy májusson a legalsóbb szint nekik, tehát a gyerekek oktatásában, az iskolai testnevelésben megjelenjen ez. Hol tart ez a folyamat most, Ildikó, ennek a kezdeményezésnek, melyik lépcsőjénél járunk, ha szabad így fogalmazni? Hát még nagyon az elején járunk. Gyakorlatilag annyira az első lépések történtek meg, hogy derültékből a villámcsapás volt márciusban, amikor hosszú-hosszú házalás után, mert mi tudtuk, hogy mit szeretnénk javasolni a magyar közoktatásnak, és hogy miért. Nem nagyon találtunk hát megértésre, fogadókészségre, aztán egyszer csak hirtelen olyan gyorsasággal ránk zuhant az igény, hogy szeptembertől már szeretnék is bevezetni, úgyhogy ennyi rövid idő alatt nem volt más a lehetőség, csak arra, hogy elkezdtük a pedagógusok képzését, hiszen szükség van egyfajta szemléletváltásra ehhez az oktatáshoz, és eddig 1000 iskolának 1000 első osztályban tanító pedagógusát sikerült megismertetni ezzel a programmal, és ebben a tanévben, tehát a 2013. szeptembertől induló tanévben opcionálisan el lehet kezdeni a kölyök atlétika oktatását. Ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek ez a Kids Athletics elnevezésű programja, aminek, ahogy én a szándékokból kiolvastam, alapvetően az a célja, hogy tulajdonképpen a világon a legtöbben ennek a sportágnak hódoljanak, akár amatőr, aztán a későbbiekben mondjuk így professzionálisabb szinten, de nyilván az amatőr részére koncentrálnak. Tehát, hogy az iskolások megismerjék valóban azt, hogy az atlétikában milyen lehetőségek vannak. Ennek az átültetése zajlik most itt, vagy azért ez kapott egy pici, hogy mondjam, magyar fűszert? Egyrészt kapott magyar fűszert, és ha szabad, egy picit pontosítanom. Uh-huh. Nem az a célja a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek sem, hogy az atlétika sportágat üzzék a legtöbben, hanem abban a gyermekkorban, amikor a beülteti a Kids Athletics-et, a legtöbbet gyakorolt mozgásforma, a legtöbbet gyakorolt mozgás anyag legyen a gyermekek számára, hiszen nagyon jól tudja a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is, és mi is ugyanezt valljuk, hogy az atlétika nem véletlenül alapsportág, amit már nagyon-nagyon régóta emlegetünk, hiszen csupa olyan mozgásformát rejt magába, amire a későbbiekben minden más sportág építkezik. Futni minden sportágban kell például. Úgy van, tehát. De ha nem fog sportolni a gyerek, akkor is azokat az alapvető mozgásmintákat, mozgásformákat tanulják meg, amire a civil élet is épül. Világos. Független attól persze, hogy nem ez a cél, de azért ebben benne van a lehetőség. Én úgy érzem, hogy aki idejekorán találkozik ezzel a programmal, lehet, hogy mégiscsak az atlétika felé fordul, de hát ez lehet egy távolabbi áttételes cél. Na, de pontosan mi is ez? Hiszen azért, hogy mondjam, a kislabdadobástól, a futáson át, a sok minden apró dologig mi is tanultunk az iskolában, tehát része volt az atlétika oktatása mondjuk a testnevelési programnak, akkor ez most mitől más? Tehát hogy tanítják a gyerekeket majd most futni innentől kezdve? Futni nyilván ugyanúgy tanítják. A szemléletében jelent ez egy egészen másfajta oktatás, és az előbb elhangzott egy szó, a fűszer, a magyar fűszer. Ha lehet, mi még ezt tovább tuningoltuk a hatékonyság érdekében. Tehát a szemléletbeli különbség az az, hogy mentes minden nemű teljesítménykényszertől ez az oktatási rendszer. Tehát amikor most a legegyszerűbb, vegyünk egy távolugrás oktatását, messze nem az a cél, hogy egy gyerek mekkorát tud ugrani, vagy tudjon nagyot ugrani 10-12 éves korában, hanem a minőségen, nem tudom elkerülni ezt a szót, a neuromuszkuláris képességeknek a fejlesztésén van a hangsúly, azon, hogy játékos formában a legjobb beidegzéssel, a legjobb mozgás mintákat tanulják meg a gyerekek, és a játékosságon van mindig a hangsúly azon, hogy szórakoztató legyen,
olyan feladatrendszereket javasolunk az oktatáshoz, ami észrevétlenné teszi a terhelést a gyerekek számára. Eddig egyébként a testnevelők oktatásában ez a fajta szemlélet nem volt benne? Tehát, ha jól értem, ez az új? Nem, én az atlétika oktatását tudom hát itt alapul venni, és azt kell mondjam, hogy nem. Sajnos a teljesítménykényszer az óhatatlanul mindig megjelent a képzésben. És a magyar fűszer, hogyha szabad még ezt firtatnom egy picit, ez abban rejlik, hogy úgy építettük fel ezt az oktatási programot is, amit igyekszünk a pedagógusoknak is átadni, hogy túl a sportági szakmaiságon megtöltöttük a másik oldalon egy olyan oktatásmódszertani szakmaisággal, ahol szintén nagyon-nagyon új szeleket szeretnénk fújni, és párosítjuk ezt a kétfajta szakmaiságot. Ebből lesz annyira, hát én úgy látom, hogy izgalmas és megnyerő a pedagógusok számára, még azok számára is, akik igen-igen fenntartással mentek el az első képzésekre. Igen, mert ugye ezt említed, és valóban utána olvasván végül is úgy láttam, hogy nagyon pozitív fogadtatásra talált még egyébként akár az idősebb generáció tagjai között is. Tehát az ugye úgy néz ki, hogy magáért a programért, ugye a Magyar Atlétikai Szövetség a felelős, amely átadta ennek az oktatását ugye a testnevelési egyetemnek, és tulajdonképpen innen képződik le tovább a folyamat bizonyos szempontból, és hát amennyire olvastam, rendkívül nagy lelkesedéssel fogadták az oktatók magát, ezt az egész szisztémát, tehát, hogy mondtad, a módszertani részét is, és nyilvánvalóan az oktatásban beérkező új elemeket is. Igen, a testnevelési egyetem valóban nagyon-nagyon sokat segített nekünk, de a szervezési részét vállalta fel a testnevelési tudományi kar. Az oktatást magát azért kézben tartja az Atlétikai Szövetség, az általunk kiképzett oktatók 18 fő jelen pillanatban, akik erre fel vannak készülve, és hát húztak le egy nagyon komoly őszt, ha szabad így mondanom, szinte minden hétvégén tanítottak, és én nem voltam rest a múlt héten, elolvastam mind az 1000 elégedettségi nyomtatványt, amit a hallgatók, mert nagyon kíváncsi voltam, amit a hallgatók visszajeleztek, tehát a feedbackekre nagyon kíváncsi voltam. És azt kell mondjam, hogy minden, a legrózsaszínebb várakozás, amit is felülmúlta, olyan visszajelzések érkeztek, hogy olyan őszintén odaírja, hogy pedig nagyon fenntartással jöttem, és bár életem során ebből kiderült, hogy már nem egy fiatal pedagógussal van dolgunk, és életemben még ilyen jó továbbképzésen nem voltam, pedig igen sokan részt vettem, és hogy köszönjük, hogy itt lehettünk, és holnaptól minden nap új elemeket viszek a kisgyerekeknek az életébe. Hát ez nagyon jó, hogyha sikerül valóban őket motiválni, mert ez az első lépés szerintem a tanári és oktatói kar motiválása ahhoz, hogy ez lecsapódjon a gyerekeknél. Ha jól tudom, ugye az ősztől már, tehát a 13-14-es tanévre vonatkozóan úgymond kötelező része lesz a testnevelés oktatásnak ez a fajta atlétikai oktatás. Viszont az eszközök jelen pillanatban legalábbis, ahol már szoktadják, úgy tudom, hogy még azért hiányoznak. Mik lesznek ezek az eszközök egyáltalán? Valóban az oktatást egy egészen speciális eszközkészlet teszi színessé, amiből egyébként sok elem az iskolák döntő többségében meg is van. Nem mindenhol, egészen távoli kis helyeken azért hiány van mindenből, de úgy válogatta össze a Nemzetközi Szövetség ezt a kölyök atlétika eszközkészletet, hogy telepakolt egy nagy-nagy zsákot, tényleg egy hatalmas nagy gyerekek által mozgatható, kerekeken guruló zsák, tele, színes, puha, olyan oktató eszközökkel, amik részben kényszerítő eszközei, részben segédeszközei annak az oktatásnak, amit mi ugye szeretnénk most itt keresztülvinni, és egyszerűen ezeknek az eszközöknek a könnyen kezelhetősége, a színessége, a mobilitása annyira tetszik a gyerekeknek, hogy gyakorlatilag nem lehet őket elzavarni egy foglalkozás végén, hogy most már pakoljatok össze, és
és vége-vége majd legközelebb. Na hát nagyon remélem, hogy amennyire a gyerekek kedvelik ezeket a színes eszközöket, olyannyira lesz színes majd a program valóban, ami most már vélhetően az oktatás részébe válik ugye teljes egészében a jövő évtől. És azért a hosszú távú célról sem feledkezünk el, hogyha ebből egy nagyobb atlétikai merítés lesz majd, akkor az egy következő kérdés, hogy lesznek-e klubok, akik fogják-e őket tudni fogadni, alkalmazni. Erről egy másik alkalommal fogunk tudni majd beszélgetni, de nagyon örülök neki, hogy erről is szót tudtunk ejteni. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.